Hello, hát nagyon gyorsak voltatok. Pati Express. Jóság! Értesítjük a nézőket, hogy élőadásban vagy. Értesítve lesz mindenki, aki nem, az se csüggedjen, én se kapok sose. Hello, Vivcsó! Örülök, hogy itt vagy. Hiányoltunk tegnap nagyon, és jó, hogy ma jöttél. Köszönöm szépen. Dorina! Lendvai Peti, hello, sziasztok, Csabasz. Mátétől egyből oda nézhetek, milyen ajándékot kaptam. Nem semmi. Norbi Balogh szeretett volna hozzánk csatlakozni, de ki a fajta? Nem mondjátok meg neki? Nem tudom ki ő. Köszönöm szépen, Máté. Konfetti. Tehát, hogy beleragad a hajamba, mert ugye hát ma megcsináltam a hajam, miután tegnap megtudtuk, hogy nincs hajam. Hello Joker, jól áll a göndörhaj. Ez a gyári, amúgy belenyúltam a 220-ba, ez történt. Ilyen csinos vagy ma is, köszönöm Vicson, nagyon kedves tőled, Dorina, köszönöm szépen a rózse. Amúgy nem azért ilyen a hajam, hanem holnap megyek fodrászhoz, és reggel fasírtot sütöttem, és tök büdös volt. És nem akartam kétszer vasalni egymás utáni két nap, mert ugye azt tudjuk, hogy rossz a minősége. Tegnap már bevallottam, szint vallottam, hogy ilyen a hajam. Meséljetek, milyen az idő, süt a nap, úgyhogy Szénia, köszönöm szépen az új szívet, nagyon kedves tőled. Szóval... Mit akartam mondani? Igen, hogy el fog sötétedni a kijelzőn, majd ebbe biztos vagyok. Most is itt vagyok, mint tegnap. Várod a gyerekeket? Igen, Panna. Hát így együtt várjuk a gyerekeket, mert olyan cukik vagytok, hogy mindig várakoztok velem. Jaj, ugye megfulladok. Hello, Gabriella. Köszönöm, Xenia. Nagyon kedves volt. Volt-e szivatva a haját? Hát egyszer, amikor sötét barna volt, akkor muszáj volt leszivatni, igen, de ettől nem volt annyira rossz se, meg jobb se nyilván a hajam. Van gyerekem, 2. Köszönöm szépen, Dávid. Ha, már megérte úgy hagyni a hajamat. Köszönöm, Norbi. Nagyon kedvesek vagytok. Hát ez ilyen. Na azért mondtam tegnap, hogyha így hagyom, akkor azért úgy normálisan Norbi megint akar hozzám jönni. Nem tudom ki ő. Nagyon erőszakos vagy, Norbi. El kell, hogy utasítsalak, de köszönöm szépen. Nem láttam a kommenteket. Virágot a virágnak, köszönöm szépen. DM, köszönöm szépen az ajándékot. Szia, Berci. Milyen nyakláncod van? Ezt a Kittitől kaptam, a múltkori ásványvásáron vette. Köszönöm szépen. Nem én. Hogy mit nem te? Nem tudom, mi volt. Nem tudom, mi volt. Ez a Norbi nagyon erőszakos, harmadjára hív. Nem te, Norbia, már így értem. Hello, Mona, köszönöm szépen a hajam nevébe is. Zoltán, nem tudunk randizni, mert a férjem nem enged el ilyen projektekre. Ki ez a gyönyörű nő? Hello, Maci! Jó a hajad, na köszönöm szépen. Akkor jobb, mint tegnap volt, holnap ugyanolyan szar lesz, mint tegnap volt. Csak be lesz festve. Köszönöm, Máté. Hát így a korona is jobban állott. Állt. És el voltam pirulva, nagyon le van nőve egyébként a hajam. Nem, ugrok egyet, szia, imádom a videóidat, köszönöm szépen, Mátyás. Zsanett, neked is szép napot kívánok, de jó vagy, köszönöm. Köszönöm szépen. Hát, hello Tomika, hello, hello. Ne rosszalkodjál, mert egyből letiltanak, csak így előre szólok csendbe. Hát valaki itt beírta, hogy éppen mi munkálkodik, köszönjük az infót. Nagyon csini anyuci, ha Erdély felé jársz, akkor szívesen leszek az idegenvezető a férjeddel. Köszönöm szépen, Xenia, köszönöm szépen a hangszórót. Azt kérdezik, van-e gazdám? Én, hát férjem van, de nem így hívom. Vannak duett lehetőségeim, azokat tudjátok egyelőre használni, de majd igyekszem csinálni. Szép napot kívánok, Toretto. Én is köszönöm szépen a követéseket egyébként, azt nem mondtam még. Szép napot, Embarga, elképesztő. Mennyi bummer van itt? Jó a hajad, szexi vagy. Milyen rúst használsz? Ez most csak szájfény, a Guerlainnek a szájfénye. Jól áll a kék. Hát most formát vettem föl, és akkor gondoltam, ahhoz megy ez a kék. Amúgy igen, csizmában vagyok. Jó, ezt már meg kitárgyaltuk már, ezt a gazdát kérdést. Egyébként meg tiszta Marilyn Monroe. Ez a finom elegancia. Ó, de fáj a fejem. Két napja fáj a fejem. Oh, köszönöm szépen. Igen, a gyerekeket várom. Szia, Bakrisztin! Hello, Tibi Csoki! Köszönöm szépen, hogy jöttél. Húzd fel az ablakot, megfázol, majd mindjárt felhúzom, de most így gyorsan cigiztem. Mielőtt elhízod a live-ot, és akkor igen, paróka. Jó, felhúzom, nagy megfázom, és tegnap láttam a videónál, még ment ez a gőz az e-cigiből, ezért kiszellőztettem. Nagy, azt higgyétek, hogy a hajam füstölt le. Képzeljétek el tegnap, hogy mit fedeztem fel, tökre beszartam egyébként. Az történt, hogy
beléptem egy live-ba, és nyilván hát ahova járok live volt, már felismerem a hangokat. Kiléptem a live-ból, elkezdtem a forjút görgetni, nézem a videókat, és megy egy csávónak a videója, köszi Szergi, köszi, és megy alatta a live-nak a hangja, mondom, ez a csávó így vett föl egy videót, hogy alatta közben live-ot nézett, és hallom, hogy az ismerőseim hangja. Hát mondtam, gyorsan kilépek, mert nehogy itt vendégül becsatlakoztam, tudtam nélkül valahova, és nem. Írtam is, hogy én hallottam ezt a live-ot egy videó alatt, köszi Szergi a tükröt, ezt célzásnak vettem. Na jó van, szépek a pupilláit, köszönöm szépen. És utána ugyanezt történt, és kettő különböző live-nak a hangja, tehát nem is amiben együtt voltak itt, különböző live hangja ment egy videó alatt. Ilyen még soha nem volt. Köszönöm, Szergi, a tükröt, de most már... Jó, nem lesz mindig ilyen a hajam, nyáron sokszor ilyen lesz amúgy. Köszönöm szépen, Tibi Csoki, köszönöm szépen. Szia, Petta! Mondtam az előbb, hogy egy Guerlain szájfényt használok most éppen a számon. Köszönöm, Máté, aranyos vagy, köszönöm a szívecskét. Inkább dolgozz, ezt ível írják szerintem, nem 8-assal. Te szoktam, te nem szoktál? Te mit lógsz itt? Miért nézel engem? Menjél innen tovább. Köszi Gyuri, köszi a hangszórót, már megint valaki szeretne hozzánk becsatlakozni. Csini vagy? Köszönöm szépen. Szóval ez történt, nem tudom, kifedezte még fel, ugye frissítés volt, hát ez. Én még ilyet nem láttam, tökre beszartam, hogy valóban beléptem, úgyhogy nem is tudok róla, mert mint vendég úgy értem. Köszönöm. Köszönöm, hogyha tetszik a kék, egy kicsit édek. Hát ez megy a ruhámhoz, ez a sok pillangó. Köszönöm szépen, Szergi. Tök jól nézett ki. Már tegnap láttam, Eszter is kapott ilyet, nagyon szép volt. Köszönöm szépen, megtisztelő. Úgyhogy ilyenek történtek tegnap, és aki várta a Kittinek az élménybeszámolóját, csak mondom, hogy az új fiú nem a szőke herceg volt fehér lovon, sajnos. Nagyon-nagyon csalódott volt az összes csaj. Köszönöm szépen a dicséreteket. Gabó! Mi volt az ebéd? Maradt még rizs, ahhoz csináltam gyorsan fasírtot, azért mostam meg a hajamat, mert olajszagú volt, és uborkasalátát csináltam hozzá. Nadonak még mindig van pörkölt tésztával, és még mindig van a levesből. Igen, nagyon csalódottak voltak a csajok, annyit készültek az új fiúra, és hát nem volt a zsenere egyiknek se. Azt kérdezik, hogy van-e férjem? Igen, én úgy tudom, hogy van. Mikor eljöttem otthonról, még otthon volt. Úristen, te vagy a nem tudom, hogy... Látátok? Ez egy Harry Potter sapka volt, ugye? Már most már mindjárt mondom, hogy Lumos, mert már ezt is tudom, hogy az iPhone-osok így tudnak fényt varázsolni a telefonjukkal. Erre jó a TikTok, mi mindent nem tudunk meg? Patrik, ki röhögött kajakra? Miért nem vagy iskolába? Nem engednek már be ebbe a korba, már csak úgy nem lehet bemenni, de egyébként tényleg nem mehetnek be a szülők az iskolába jelen helyzetbe. De nem is akarnék amúgy. Én már így az idén már csak így kinyitom az ajtót, meg becsukom az ajtót, ha kibeszállnak. De nem látták, csak előkészültek. Nem láttam, hogy ez mire vonatkozott, bocsánat. Aj, ne, akkor csak játszadoztál velem. Én nem szoktam játszadozni. Itt. Van gyerekem, 2, köszönöm a követéseket. Hello, Munci, Munci is kajakra kiröhögi a hajamat. Már megérte, vidám kedvet csinálni nektek. Nem akarok iskolába járni, én már nem. Én tényleg nem. A férje jön be neki, igen, ő eléggé. Nem azért, csak ahogy mondtad a férjes dolgot, nagy forma vagy? Jó, akkor már megnyugodtam, mert tudtam, hogy itt most robbanni fog, hát nem a sonka, hanem a párnám, ugye attól ilyen a hajam, de gondoltam, hogy meg lesz jegyezve. Hát, holnap jobb lesz. 18 évesen miért nem engednek be? Hát, te viccesek vagytok. Köszönöm szépen, szanitár Tik, remélem, hogy jól mondtam. Nincsen férfi ideálom, nekem a férjem a férfi ideálom, a többi labdába se rúghat, bocs srácok. Tényleg, hát ha az ember férhez megy, akkor már nem keresgél tovább szerintem. Szia Törpilla, hello haver! Azt kérdezik, hogy igazi vagyok-e? Hát szerintem nem vagyok hologram. Szanitár, köszönöm szépen a rózsát. Megint egy csatlakozási kérelem, mi van ma? Hogy telt a napod, mit csinálsz ma? Amúgy elintéztem egy csomó mindent, amíg főztem. Többek között a munkámmal kapcsolatban telefonálgattam, e-mailekre válaszoltam. Eszter, köszönöm szépen a rózsát. Szia, Botond. És délután tanulás van gyerekekkel, és utána a munka tovább. Ja, meg elkezdtem mosni, úgyhogy azt mondom, hogy össze kell hajtogassa. Köszönöm szépen, Eszti, nagyon kedves tőled. Haver, köszönöm szépen. Erika, szia, Izus. Nem akarok tanulni matekot, teljesen megértelek. Én is akartam sosem matekot tanulni, de hát nem kívánságműsor, nem fifázgatok.
megint egy csatlakozási kérelem, már most már hagyjatok már békén minket, köszönöm szépen a követéseket is. Nagyon hiperaktív vagy. Igen, általában ilyen vagyok, de megittam egy energiát, bevallom őszintén, mert annyira fájt a fejem, és azt hittem, hogy nem tudom végigcsinálni a délelőtti tendőimet egy kávéval. Úgyhogy megittem egyet, ezt érezhetitek rajtam, de szerintem máskor is ennyit beszélek, csak többször veszek levegőt közben, nem úgy, mint ma. Erős minden téren, hát nagyon erős vagyok, hanizmos vagyok, csak nem látszik, de amúgy így mélyen legbelül tök izmos vagyok, a hasam is kockás, na jó, az mondjuk tényleg. Milyen energiát ad ittál? Egy cukormentes helt ittam. Köszönöm szépen a dicséreteket a hajamra vonatkozólag. Meg kell, hogy osszam veletek, hogy igaz, hogy csak kedv van, de szerintem a heti top kommentem megérkezett a videóim alatt. Határozottan így érzem, a következőképpen zajlott. Van egy sulis videó, amit a suliba vettem fel, mikor nyáron festettem az osztálytermet, és ehhez írták ezt, hogy ez a magyar gyerekeidnek az iskolája. És én azt hittem, csak a pasikkal történik ilyen, hogy csak úgy lesz gyerekük, hogy esetleg nem tudnak róla, de most már tudom, hogy nekem is van valahol, nem is Magyarországon gyerekem, úgyhogy ezúton tegye föl a kezét, aki úgy érzi, hogy hozzám tartozik, és nem tudok róla. Hát komolyan. Hello Anna! Örülök, hogy itt vagy. Tényleg ez történt. Hát mondom, ezt nem hiszem el. Itt potyogtatom a gyerekeket, más meg itt nyavajog a szülésnél, én meg észre se veszem, hogy kipottyant egy-kettő itt-ott. Jaj, nagyon viccesek a kommentjeim, amúgy csak mondom. Szerintem nagyon ki van kapcsolva tényleg. Azt hittem, hogy be van. Hello Riga, Rig Anita, szia, erre van hó, nem, nálunk nem esett, képzeljétek el, láttam, hogy mindenhol esik, de nálunk nem, na jó, kiégtem már, hát én is így korán reggel, gondolkodok egy válasz videón, de azt mindig megbánom. Aranyos voltam, úgyhogy nyilván ott volt a magyar címer, az összezavarta, ugye ezt a Tibivel már megbeszéltük, de na mindegy, itt sem esett, itt vagyok anyu, jó, akkor már. Mindent értek, egy csomó gyerekem van szanaszéjjel. Én örülnék, ha tesóm lennél, azt írja Zsanett. Mint a Zsanett már ezt egyszer írtad volna, vagy nem? Hát én szerintem jó tesó vagyok, mondjuk a nővérem nem biztos, hogy ezt gondolja. Elég rég nem beszéltünk. Vas megyében sem esik, gyönyörű vagy, még női szemmel, és köszönöm szépen, Rebuska. 2022, ó, vagy 03. Hello, köszönöm a követéseket. Hát... teljesen megdöbbentem ezzel, hogy van ennyi gyerekem, és nem tudok róla. Hello Jack! Köszönöm szépen a rózsát! Köszönöm szépen! Ördög Robi! Szia, szia! Hogy autóba vagy, nem engednek ki. Próbáltam kijutni többször is. Egyszerűen nem megy. Úgyhogy... csak egy kicsit vagyok túsz. Mondjuk a sörhöz nem férek hozzá. 8, mi folyik itt? Hát csak a hülyeség. 8 és 9 évesek. Ó, Christopher, hello. Tiszta, szöszös a nadrágom. Jaj, még mindig jobb, mintha az enyém lenne szöszös, de most vettem föl tisztán. Sziasztok. Ja, már föl se tegyed, mert nagyon szigorúak a modik. Ja, meg is mondtam Mona a Frankot. Nem. Nem lehet. Kemény kérdéseket kihagyjuk. Most, Jack, nem odaálltam, mert próbáltam játszani napfényen, hogy ne sötétedjen el a képernyőm, és ezért erre vagyok egy kicsit elrébb, de nem lett jobb. További jó várakozást, majdnem úgy olvastam, hogy szórakozást. De köszönöm szépen, Gabriella. Megmondom nekik, hogy tanuljanak jól. És szép napot kívánok. Puha kérdés. Hát azt nem tudom, bár most már tett fel a kérdést, azt meglátjuk, eldöntjük, hogy mi lesz. Köszönöm szépen, Zsolti. Ugye a Jacknek volt... a live-ja. Jaj, már bocsánat, de kiröhögöm saját magamat is némelyik. Komment láttam, pedig nem is válaszoltam. Magamba válaszoltam, persze. Norbert, köszönöm szépen, nagyon futott egy gyerek felém, de nem az enyém. Nem a magyar gyerekem. Köszönöm. Mikor végeznek a gyerekek? Medox most jön, egyébként már kicsöngettek, azért nézek olyan sokszor oda, mert megindult a nép, és aztán a Kittire várom majd, ő egy kicsit később fog végezni. Két napja fáj a fejem, és nem múlik el, úgyhogy lehet, hogy tényleg érkezik a hó hozzánk, Roland Molnár. Köszönöm szépen! Trollháborúban? Jaj, nem!
Semmi háború. Ez nem háború. Itt csak én nyerhetek. Nem, hát lehet, hogy sokan voltak, akik írogattak, de én nem láttam, mert ugye Hello Balázs, nagyon ügyesek a moderátorok, és nem veszük föl, ami nem a miénk, azt nem veszük föl. Jó, ez volt Márknak a meredek kérdése. Hát én nem hordok garbót, mert abba megfulladnék, szerintem, de mert most már veszek egyet, mert annyira izgat mindenkit ez a kérdés, ez a puha kérdés. Jó, köszönjük szépen, akkor meredeket hanyagoljuk is. Dominik, szia-szia! Na, másnak is fáj a feje két napja. Ma már nem akartam bevenni fájdalomcsillapítót, mert folyamatosan szedem így. Nyomja a fejem. De jól áll ez a haj. Köszönöm. Ez a gyári, én kivasalva sokkal jobban szeretem. Fehérváron nincs hó. Hát ez közel is van amúgy nagyjából hozzánk. Köszönöm, Anna. Hát tegnap úgy föl agyilag. Ezt, hogy nincs helyem, hogy ma lett. Holnap menjek fodrászhoz. Nem akartam kétszer kivasalni. Köszönöm a dicséreteket. És szeretem a nagyon zárt felsőt, szerintem bántó. Ja, azért nem hordom én is, annyira bánt, komolyan, tökre ki vagyok tőle. Olyan megbántva érzem magam olyankor. Csodás vagy, mesebel is adó, köszönöm, Harpi, vigyázz, édes meg, jaj. Na jó, lapozzunk tovább. Tényleg nagyon fáj a fejem. Amúgy kenyeret is sütöttem. Nézem itt, hogy milyen zenét játszunk, de jó az úgy, jó közel vannak a szemeid, egymást nézik egyfolytában, ugye szemem a pályán, de közben magamat is figyelnem kell, úgyhogy örülök, hogy nincsenek így távolabb, mert akkor nem tudnám figyelni magamat. Azt, hogy követni nem tudom magamat, ez egy dolog, de hogy figyelni? Na, hogy telik a napod? Jó, kicsit fáj a fejem, és hiperaktív vagyok az energiaitaltól, de jól telik, jól érzem magam a bőrömben. Köszönöm szépen, és remélem, hogy ti is jól érzitek magatokat. Szép a sminket, köszönöm. Most nem csináltam meg olyan szépre szememet, mert nagyon kevés időm maradt már a főzés miatt. De ez ennyi. A tusvonalam az ebéd rovására ment. Köszönöm szépen, Gyuri, köszönöm szépen a hangszórót, csinos, szöszi vagy, köszönöm. Hát hello Gabinak volt a live-ja az egyik tegnap, ami a videók alatt ment, vagyis a közös live-juk a Jack-kel. Vivcsó itt van, látom, gyorsan mondi, itt van a Vivcsó, végre itt van. Semmi baj, ti bicsoki. Itt szerintem mindenki alig várja, hogy moderátorkodjon, amíg te fuvarba voltam. Látod? Ha te mondod, nem értik félre, ha mi mondjuk, egyből félre értették volna. Szép vagy, köszönöm szépen. A Madónak már kijött a fele brigád, ő meg még mindig sehol. Szép a szemed, igen, közel állnak egymáshoz. Ha távolabb lenne, nem lenne ilyen szép. Aput hazavittem, azt írja Tibi, jól tetted. Csoda szép napot kívánok, kiskegyednek, én is hasonló jókat kívánok. Nem tudom, mi történt komolyan, de utána csinálta a Tominak a videója, vagy a live-ja, meg a ti live-otok egy másik videót, tehát két különböző live ment így hangba alatt, nagyon durva volt. Tényleg megijedtem, hogy nem eléptem be valahova. Medox. Mi? Itt van a Medox? Elment mögöttem. Valamit írt a Medox. Láttátok ti is? Mit írt? Nem nyitsz kocsi? Hát de is az én kocsim mellett áll a gyerek. Én kinyitom, de eskü nincs körülöttem. Mit írt? Hába sebb, ami történt, én kinyitottam minden ajtót, de az én gyerekem nincs körülöttem. Lehet, hogy már annyira siet ki, hogy egyből nyitva legyen az ajta, megérkezik. Tudjátok, mint amikor menekülnek a filmekben. Viccelt, mert ott visszacsukom, hát nem, hogy megfázzak, ugye? Nem nyitsz, azt írta, rá ne csukjam a gyerekre, de tényleg nincs mögöttem. Tökre összezavar. Nem nyit? Hát, ki se jött még a suliból. Feltűnt volna, mert tényleg, na mindegy. Jó, ez a kis Zambul Jimmy haj. Igen, egyébként azért csináltam meg ilyenre. Na jó, ez a Medox, ez bekavart. De lennék a gyerek. Mi van, nem látsz? Azt írja Ferike. Tényleg a Medox nincs sehol. Tényleg fölidegesített. Irogatni van ideje, kijönni meg időben nincsen. Szép napot, kész csak a hölgynek. Én is mindenkit üdvözlök. Kinek van baja? Ferike bossznak baj van, Jimmy a király. Hát volt szegényke, volt. Amúgy apukám kedvence volt, és sok Zambul Jimmy számot tudok.
Nem nyitott ki a csomagtartót, hát fölbassz. Hát nincs is körülöttem a gyerek. Komolyan nem értem. Én kinyitottam a csomagtartót, de nincs is itt. Hát okszan hallasz, kapd össze magadat. Nehogy más kocsijába szálljál be, kisfiam. Vivcsa, brutál vagy, nagyon gyors valaki. Szia drága, szép napot neked, szia, mit főztél ma, kedvenc kaja, fasírt volt most, trollkodik, de nem értem, hogy miért, mert amúgy főlegesít velem, most azon izgulok, hogy hol van, úgyhogy Medox, fejezed ezt be, szálljatok már le a hajáról. Azt írta, ne nyisd ki. Ja, hogy ne nyissam ki, azt írta, nem nagyon érteném, hogy a csávó ír, ha kézzel ír, pláne nem, ha a telefonon akkor se. Ma is gyönyörű vagy, köszönöm szépen. Jó, így annyira hideg, mindegy, a csomagtartó nyitva, bármi történjen is. Ha kell, ha nem, kinyitjuk. Köszönöm szépen a követéseket. Attila Hegyi, szia, szia. Csáó, sziasztok. Nagyon csinos, hogy jól áll ez a felső. Köszönöm szépen. Igen, ez egy ilyen királykék. Ó, az Alisa beteg. Na, itt jön a Medox. Mindjárt megkérdezzük, hogy ez mi volt ez az egész. De nincs menekülésbe, szóval nem fut. Nyugodjunk meg. Szerinte csak én aggódtam. Szállj ki! Miért szállja ki? Itt jön velem szembe. Mindjárt megtudjuk, hogy mi volt ez, mit akart jelenteni. Elsötétedett a kijelzőm, de nagyon figyelek, azt látom, hogy ha valaki el van némítva, azt tök jól látom. Ne dirigálj, így van, itt ebben a live-ban csak egy ember mondhatja meg, hogy mi van is az. Nem én vagyok, hanem a Medox. Miért ne nyissam ki a csomagtartót? Nyisd ki, mert nyisd megírom ki. Itt a házit. Miért? Nem, majd otthon megírod, szívem, amúgy hello. Minden most már becsuktam, szóval ne szállj ki. Mindenki nyugodjon le, Medox jön. Így van, Medox megérkezett. Mindenki köszön neked, Medókám. Medox most írt, hogy anyának tetszenek a videóid, Medox mond Adának, hogy nekem is az övé. Azt írta? Mit írtál, Medox? Itt a Vivcsó is, mindenki köszön neked. Ne írjál házit, szívem, majd ebéd után megírjuk, jó? Okay. Jól vagy amúgy? Jól vagyok. Én meg kinyitottam kétszer neked az ajtót. Láttam. Hát. Gabi is köszön, Mona is köszön. Ott nem fúj a szél, hát így, hogy ennyit kinyitottam a csomagtartót, kajakbe fújt a szél. Csávedó, becsajoztál ma? Azt kérdezi a Gyuri. Nem. Nem. Holnapra halogatja. Katica Bokcsi is neked köszön. Nem dolgozok. Ingyen élő vagyok. A neve a gyerek, az a neve a gyerekednek, gondolom, ezt akartad írni, hogy Medox, igen, így hívják, ez a becses neve. Köszönöm, Imi, a rózsát, nagyon kedves tőled. Itt csak mínusz 22 van, és nem fúj a szél, Gabi, én komolyan nem tudom, hogy bírod, én nem bírnám. Ott látok, mindig nagyon hideg van, én már szétfagytam volna még a fűtött lakásba is szerintem. Mosolyod a tükör előtt gyakoroltad, vagy veled született adottság. Nem szoktam a tükör előtt gyakorolni, de néha azért megnézném magam, amikor némelyik kommentre így. Ja, hát kiül minden az arcomra. Ezért mondjuk ilyen ráncos. Érez, nem akar mutatkozni, igaz? Azt kérdezi Attila. Nagyon-nagyon népszerű, biztosan egyszer majd fog. Nem fogtok lemaradni róla, ha úgy dönt. De addig várjunk türelemmel, és ne álljunk fél lábon. Köszönöm szépen, Gabi, a TikTok jeleket, nagyon kedves tőled. Szép neve van a fiadnak. Köszönöm szépen, Edina. Nagyon kedves tőled. Azt mondták, hogy szép neved van, Medókám. Hallasz, bébim? Aha. Feleltél környezetből? Nem volt rá mondnének ideje. Jó. De azért megkérdezted? Uh-huh. Jó, jól tetted. Azt mondta, hogy holnap reggel. Jó. Hello, Benny! Remélem, hogy ma már egy kicsit jobban vagy. Sok a házid, Medox? Azt kérdezi. Nem. Nem sok. Akkor meg nem tudom, Mirit akarta megírni. Amúgy boldog új évet, amúgy neked is, Katica Bokcsi. Aksza Beggevordján. Hát tuti nem jól olvastam ki, mert alig látom, de... Igen, jól vagyok. Na, jól van, Benny, örülök. Sicsútyát megy rajtad is. Minden rendben lesz. Szép napot kívánok én is neked, Anna Mari. Tibi Csoki pacsit küld neked, Medox. Lehet, hogy egyébként a live-ot nézed, maybe? Nem. Nem, játszik. Akkor most nem ránk figyel, csak itt megmondja, hogy mit csináljunk. Nyisd ki, csúk be, nyisd ki, csúk be. Szia, nagyon csini vagy, köszönöm szépen. Szép napot mindenkinek, köszönöm szépen a követéseket. Mit csinálunk ma? Tanulunk ezerrel,
most nyelvtan dolgozatokra fogunk készülni mind a két gyerekkel, és lesz német órájuk, úgyhogy amíg ők majd a német tanárral gyakorolnak, addig megpróbálom belesűríteni a teendőimet abba a 2x45 percbe. Köszönöm szépen, Gabi! Köszönöm szépen az új szíveket! Szerintem is sokkal jobban áll az egyenes haj, de hát ugye ezt ma már látjuk, hogy azért tömege van a hajamnak, nem amúgy pont ugyanannyi, szóval. Na mindegy, holnap olyan lesz a hajam, amilyen szokott lenni, mert megyek fodrászhoz, de most ilyen olajszagban nem akartam itt ülni a kocsiba. Hello Bence! Köszönöm az új szíveket! Remélem, hogy jól tartottam az újjamba a szívet. Szerintem ez is jó. Köszönöm Tibi. Igen, ilyen volt, csak ilyen volt a hajam a 13-tól 18-19 éves koromig, persze hosszabb volt egy kicsit, akkor mindig ilyen volt. Bár minden nap megmostam, hogy szép göndör legyen. Köszönöm szépen. De meguntam, szerintem letisztultabb az egyenes haj. Csak hát ugye ezt vasalni kell, kínozni kell szegénykét, azt meg nem bírja olyan jól. Vov, azt írják nekünk, közben elment a zenénk, amúgy ez a rendszámom, hogy Vov, aki még nem tudja. Köszönöm szépen, Melissa. Cigirágó, szia-szia, a névjelentése miatt adtad Maddoxnak a nevet. Különleges nevet akartam, mert kimondottan egy fiú név sem tetszett, de nagyon örültem, hogy ez a jelentése, mert azt azért megnéztem, mielőtt választottam. Szép napot, nagyon szép vagy, köszönöm, jól áll így is, köszönöm, mindkettő jól áll. Én az egyeneset jobban szeretem, mondjuk egyszerűbb is kezelni. Jól áll a kék szín, ez egy nagyon aranyos felső, ezek a nedinsztájnok olyan kis egyszerűek, nem túlzás, szeretem ezeket. Olyan, mintha ilyen kis blúz vagy ing lenne, de közben látjátok, én elasztikus anyaga van. Gyönyörű csajszi vagy, köszönöm, tényleg nagyon kedvesek vagytok, zavarba jövök most már ennyi dicsérettől, és nagyon sok lájkot is kaptam. Ah, köszi, köszi Anna a koronát! Megigazítom már a hajamat, hogy jobban álljon a koronához. És szép napot kívánok neked, köszönjük, hogy itt voltál. Joker is küldi a bombákat. Nem könnyű ennyi hozzászólást kommentálni, elismerésem. Nagyon igyekszem, biztos, hogy sokszor kimarad valami, pláne amikor így elnézek, és már négy-öt kommentet el is vesztettem. Néha összefoglalom az infókat, mert nagyjából tudom, hogy mik a visszatérő kérdések, és ezért elnézést kérek a régi nézőktől, hogy mindig ugyanazt kell hallgatni, de az újaknak meg ugye kell, hogy adjunk információt. Lányod mikor végez? 30-kor. Még fél óra. Szép vagy, köszönöm. Azt kérdezi, hogy mit dolgozok, nem szoktam itt a munkámról beszélgetni, titkos ügynök vagyok. Küldtem sok lájkot, köszönöm szépen Melissa, látszik is, azért van ilyen sok lájkom, ez a haj mindent. Ez a 220-ba belenyúltam haj. Csodás vagy, köszönöm szépen a követéseket, de hogy azon mindig nevetek, nem nyilvános, így van. Titkos ügynök soha nem mondja meg, hogy éppen mi a küldetése. Szia Mutter, tehát jó, Viktorról kiderült, hogy hozzám tartozik. Azért aggódtam, hogy kik lehetnek az elveszett gyerekeim. Zsófi, szia, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a szívecskéket, meg a pesgőt, az nagyon jól jön. Hogy hívják a lányod? Kitti, Angyalka. Mező Viktor, hát milyen nagyon, nagyon kedvesek vagytok ma is. Többször lesz göndör a hajam, úgy érzem, hogy az jót tesz a lelki világomnak. Köszönöm. Ja, nagyon aranyosak vagytok. Én azt reméltem, hogy most már kitavaszodik, de igazából nagyon hideg volt reggel, megint le volt fagyva minden, mínusz 5 fok volt nálunk. Úgyhogy mondtam is nekik, amikor kiszálltak a kocsiból, hogy vigyázzanak, villámkezőek, igen, hogy nehogy elcsúszanak, azt mondtam, Medox, nem baj, mert ő már esett el. Mondom, azért leesél, mert már estél el egyszer. Ugye, Medó? Nem ide, nem tudom, hogy mi volt. Mi volt, Tibi? Nem láttam. Köszönöm. Itt szakad a hó, sajna. Hát, most bukó leszek, Jack, de inkább ott esem, mint itt. Persze, nyilván itt is esni fog. Van, aki szereti a havat, én kimondottan nem szeretem a telet. Ha a lányod rád ütött, akkor menő csaj lesz. Én úgy látom, hogy a Kitty sokkal menőbb csaj lesz. Mondjuk, most van ki... bontakozóba a személyisége, a felvágott nyelvét azt mindenképp örökölte tőlem. Álom szép. Szia Mia! Szia, szia! Köszönöm, hogy itt vagy! Szóval a Kitty az az igazi gyönyörűség. Derékigérő, hosszú haj,
formás, mindenhogy formás, tényleg babaart, szóval fölköthetik a csávók a gatyájukat. Viszont jól állna a műszempille, igenis örülnék, ha lenne, nem lennék rá allergiás. Viszont ő nagyon visszafogott a Kitty még egyelőre. Olyan kis... nem tudom, mi, akkor megkérdezem, hogy kire hasonlít, szóval, hogy úgy nem védi meg magát, ezen még dolgozunk, de... Már most jó csaj. A tegnapi piros ruhám, aki itt volt, a piros kockás ruhám, vagy látta az Instán a sztorimat, azt fölpróbálta is pont jó rá. Megrendeltem egy XS-es gatyát magamnak, mert azt írta az About You, hogy az én méretem, hát nem az volt, följött, de azért levegőt nem kaptam benne, és mondtam neki, próbáljam már föl, mert ilyen térdén szaggatott fekete farmer, hogy jó rá, és jó rá. Képzeljétek el, XS-es. Szóval nálam magasabb lesz. Hello, Bolnis Zoli! Örülünk, hogy itt vagy, és reméljük, hogy napról napra jobban érzed magad te is, és ugye Benni itt volt, vagy itt van még, róla pedig tudjuk, hogy már jobban érzi magát. Gyors gyógyulást kívánunk neked! Sándor rosszalkodott. Köszönjük szépen, ja, ezt a Tibi írta, igen. Hány évesek a gyerekei? 8 és 9 évesek. Nincsen kedvenc ruhám, de amiben jól érzem magam, az éppen az adott kedvencem. Nagyon jól látni önt, drága hölgy, köszönöm szépen, 11 Joker 54, én is örülök, hogy itt vagy. Kitike, hát most már 10 éves lesz majd áprilisban, de hát nálam magasabb lesz, mert csak egy ruhaméret van kettőnk közt, vagyis kettő, tehát úgy van egy köztünk, hogy már 152-es ruhákat hord, én meg ugye 164-ig, ez sokat számított a gyógyulásomnál. Hát nagyon remélem, hogy sokat számított, és sok-sok pozitív energiát küldünk neked, Zoli. Velem, miért nincsenek videóid? Vannak a Kittivel. Pont most valamelyik nap csináltunk egy videót, amihez csak annyit tudtak hozzáírni, hogy hol a teste a gyereknek, nyilván van neki. Kidugta az ajtón a fejét, és úgy volt szövege ebbe a videóba, és hát azt feltételezték a kommentelők, hogy teste nincs, csak feje, de van neki, és tök jó. De vannak a gyerekekkel videók, de sokszor belefutottunk már olyanba, hogy amikor még ilyenekért lehetett tiltogatni, mert ugye most már azért nagyon lehet, hogy azokat a videóimat leszették, amin vele voltam. Nem tudjuk, hogy miért, valakinek nem tetszett ez. Gonoszkodások voltak. Hát az hatalmas videó lett. Jaj, aranyos volt nagyon. Nem tudom, hogy ki látta egyébként. Tényleg cuki volt, akit így kidugta a fejét, és akkor hű, most aztán nagyon megijedtünk, akkor majd mindjárt beküldöm apátokat, ez a videó volt, hogy tudjátok, mert ugye tegnap is írtátok sokan ott a videó, hogy most már értem, hogy miről beszéltél a live-ban, melyik videóról, amikor a Tibit megcsapkodtam a péklapáttal, itt kiveséztük a live-ba, de aki nem látta a videómat, az nem nagyon értette, hogy miről beszélünk. Köszönöm szépen, Máté Károly, boss, adás, szünet, igen. Ó, Vivian azt kérdezi, hogy helyes férjem van, hát persze, hogy az van. A legjobb pasi a világon nekem. De igen, egyébként szerintem az. Ej, de kekszi vagy, köszönöm szépen, ez volt a legjobb. Köszönöm, Vivcsó. Attila Farkas, szia, köszönöm az újaknak a követéseket. Szóval ez van, hogy fáj a fejem, és meg fogom masszírozni a géppel a hátam, hát, hogyha egy kicsit jobban fogom érezni, ez még benne lesz az én utáni programomban, ha nem felejtem el. Nagyon szép a felsős. Hát szerintem a felső, a felsősök is szépek itt az iskolában, de az alsósok még azért cukibbak egyelőre. Én úgy látom a viselkedésükből, bocsánat, ha valaki ebből az iskolából nézi a live-ot. Szeretsz vezetni amúgy adat? Egyébként igen, szeretek vezetni. És most a téli szünetben hiányzott is, hogy ugye sokat voltunk otthon, nem nagyon mászkáltunk el a gyerekekkel, úgyhogy már voltam is, hogy beleülök a kocsiba, kicsit ne elfelejtjük egymást. Gyönyörű szép a mosoly, drága hölgy, köszönöm szépen! Belelóg a hajam a szemembe. Köszönöm a moderátorok munkáját! Jutott nekik ma is bőven. Ismeretlen 73. Köszönöm szépen a követést, most már tudom, hogy milyen évben születtél, ne röhögjél, Tibi. Van mit dolgozni, csak a szokásos. Már lassan csukott szemmel, ugye tegnap csukott szemmel voltak az ismerőseim némítgatva. A tegnapi live az erről szólt. Sajnos
ismerősöknek is jutott egy pár perc. Bünti, mi az, ami megvan csináltatva rajtad, nagyon szép vagy? Azt kérdezi Adrien, milyen életlen kérdés ez, Adrien. A hajamat megcsináltam ma reggel. Már többször is leírtuk, köszönöm szépen a kérdést. Köszönöm szépen a követéseket, nagyon kedves tőletek. Szóval ilyenek történnek nálunk. Még mindig a tezenisszel bajlódok, itt tényleg a karácsonyi ajándékcsomagjával. Ez a negyedik e-mail váltásunk volt a ma reggeli, amiben most már köszönöm szépen, mi, hogy küldöd a lájkokat. Negyedik e-mailbe mondtam nekik, hogy most már így, hogy eltelt a karácsony, és karácsonyi pizsama van benne a gyerekemnek, így már nem tartok igényt a csomagra, úgyhogy küldjék vissza a pénzt. Nem jártam még így a Kálcedóniával, megmondom őszintén, hogy tökre elégedetlen vagyok. Teljesen ki vagyok bukva. Szegény Kittikén nem kaptam meg így a, hát nem a fél, de egy részét a karácsonyi ajándékjának. És úgy néz ki, hogy nem is fogja. Zoltán Jegesi, szia-szia, pedig olyan szép lett volna, de már hova vegyem föl karácsonyi pizsamát, nem karácsonykor, mennyire dolgozom, hát elég sok ér, elég jó a fizom, hogyha ez volt a kérdés. Martina, nagyon életlen kérdés szintén, nem vagyunk itt jól neveltek, úgy látom, ki a férjed, hát a férjem a férjem. Hali Lali Papi, szia Baluka, bántja most valami a lelkemet, Rebuska, neked bántja valami, nekem nem? Szép napot, gyönyörű vagy. Szia, szia! Hát a szerelme nem láttam. Lehet, hogy vannak olyan kérdések, amik hozzám már nem jutnak el, akkor tényleg nagyon gyorsak a moderátorok. Igen, Rebuskának valami nyomja a lelkét, beszéljünk róla, hogyha szeretnél, ha nem, akkor meg ne. Én nekem, ha lenne lelki bajom, azt nem itt tárgyalnám ki. De nincs. Én jól vagyok. A férjed a szerelmet, hát ki más? Így van. Ez kérdés volt? Egyáltalán felmerült, mint kérdés? Audio Official Hungary azt üzeni nekünk, hogy a kollégám szerelmes beléd. Oh, ne! Ez egy plátói szerelem lesz, de köszönöm szépen azért. Mertin, köszönöm szépen a rózsát, remélem, hogy jól mondtam a nevedet. Mondd be a nevet! Simon Dani! Bemondtam. Szia egy sráznak Angliában! Nagyon tetszel, ezt üzeni nekünk, mint Joker. Ne, tényleg? Odaig eljutott a hírem? Nagyon híres vagyok, kajak nem. De bár, ugye, hát Angliában is van rajongóim. Köszönöm szépen, Joker, hogy megtisztelsz a rajongásoddal. Szia. Szia, Dori, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, Kitty, kedves tőled. Szegény Joker. Én nem tiltottam le őt tegnap, de most ő lefog engem, azt hiszem, itt a vérszívásért. Klub Norbert, köszönöm szépen a rózsát. Puszil, imád Dani. Dani, köszönöm szépen, nagyon kedves tőled, legyen szép napod. Minden live-ba itt vagyok, azt írja Rebuska. Hát ennek nagyon örülök. Ezek szerint minden nap valamennyire értékelhető vagyok. És még nem mondtátok meg a fejem, Csabi Kompusz. Hello, hello, Sándor, követi a házigazdát, Sándor, hét, mert ugye nem mindegy, nekem is ott van a nevem mellett, hogy ad a bébi egy, az egyetlen, de nem, mert már van fan oldalam, de szerintem már láttátok, igen, ezt is megéltük, nem is kicsit, na, jól van, örülök neki, köszönöm szépen, nagyon kedves tőled, szeretsz híresen, én nem tudom, hogy milyen érzés az pokerfész, de majd, ha valamikor, valaha is eljutok odáig, de ebbe a korban már nem hiszem, hogy ilyen történne, majd beszámolok róla. Köszönöm szépen! Mindjárt egy pillanat. Cernik, Nikol, köszönöm szépen a szívecskét. Imádunk, Ada, ennyi, köszönöm, Patricia, kedves tőled. Igen, be is jelölt. Na, hát nem semmi, nem semmi. Ilyenek ezek a fanok, még mennek az ismerőseimet. Szia, még meleg férfi szemmel is nagyon csini vagy. Köszönöm szépen. Na, ilyet szépet még nem is mondtak nekem. Tényleg jól esik. Ez kimondottan bók volt. Köszönöm, kedves tőled. Az enyémre nem is válaszolsz, mindenre próbálok válaszolni. Persze arra, hogy milyen csinos vagyok, arra hamarabb szoktam válaszolni. Nem, arra válaszolok, amit látok. És ami nem szemtelen kérdés nyilván, de erre szerintem már rájöttetek nagyon jól. De szép vagy, köszönöm szépen, Csabi. Nagyon jó a szín a felsődnek, köszönöm. Nagyon sok erőt, boldogságot, egészséget az egész drága családodnak. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon kedves vagy, 11 Joker 54. Ma is csinos vagy, kedvesek vagytok tényleg. 13 óra 13 perc van, nem fogjuk megvárni a Kittit közösen. Én nyilván meg fogom várni, mert különben gyalog jön haza, vagy futhat a kocsi után.
Ezért mondom, hogy lassan ki fogok lépni a lányba, hogy el tudjunk búcsúzni egymástól. Nafra, Timu, köszönöm szépen a rózsát, kedves tőled, köszönöm a követéseket az újaknak. Szóval elérkeztünk a live végéhez. Nagyon izgalmas live voltam ma is. Sűrűn live-ozok-e? Hétfőtől péntekig szoktam ilyenkor, amikor a gyerekeket várom az iskola parkolóban. Ez egy Nadine Style felső. Csinos vagy, mami, még egy gyerek. Tényleg tele vagyok gyerekkel. Már jó, hogy fölhívták a figyelmemet rá. Szenzációs a BKV villamos vezető blues. Köszönöm szépen. Hát igen, hogyha itt felmondok, mint parkolóőr, akkor azt terveztem, hogy jegyellenőr leszek. Mert az olyan jól megy. Köszönöm szépen. Mondta Gever Ken Scott. Biztos nem jól mondtam. Köszönöm szépen a rózsát. Szóval azt olyan stílusosan mondom, hogy jegyetek, illetve, hát nem lehetek VKV ellenőrben, nem bírom kimondani, hogy várjatok, összeszedem magam. Jegyeket és bérleteket. Jó, nem leszek VKV ellenőr, eldöntöttem, előbb a logopédushoz kell menjek. Ez van. Na, zárjuk a mai live-ot, mert összeakadt a nyelvem is, meg már hiperaktív is vagyok, meg mi van még velem, egy csomó minden van velem, össze kell gyűjtsem, mit, hogy mamivel sértettek, meg imádom. Köszönöm szépen, köszönöm a következőt.